Újra fújva. Ezzel a Frappánc címmel invitálta a Szekszárdi Ifjúsági Fúvózenekar koncertjükre az érdeklődőket a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermébe. A formációnak az elmúlt két évben nemhogy koncertet tartani, de együtt próbálni sem volt lehetősége. 2020. januárja óta teljes szilenciumban teltek el a hónapok, azóta ez az első nagy koncertjük, mondta el Kovács Zsolt zenekarvezető. Ugye mi azért zeneiskolai zenekar vagyunk, és hát nálunk azért erősen a tankernek előírt szabályait az be kellett tartani. Tehát az mostani tanévben is nagyon sokáig csak ilyen részpróbákat tudtunk tartani, teljes próbát azt majd csak talán úgy január után tudtunk. Ezért ez az újra fújva, tehát nem a fényezésre gondoltunk, hanem arra, hogy újra fújva láthatja a közönség a zenekart. Volt olyan, ugye, amikor ilyen digitális oktatás ment, volt olyan, amikor meg volt határozva, hogy x éves korig jöhetnek be a gyerekek, x éves kortól nem. És hát volt olyan időszak is, igen, a zenekar szempontjából, amikor teljesen le kellett állni. Egyéni órák mentek, egyéni gyakorlás az ment otthon, de hát az avval túl sok mindent nem tudunk kezdeni. A két év kihagyás nem csak a próbák és a fellépések miatt volt probléma a zenekar számára, hanem az utánpótlás biztosítását is nagymértékben visszavetette. Az idei évre a legfőbb célkitűzésünk az, hogy ismét el tudjon indulni egy fúvózenekari munka, ennek több összetevője van, tehát a próbákon kívül nagyon fontosak a fellépések, az ilyen közös programok szülőkkel, gyerekekkel, rokonokkal, ismerősökkel, mindez a nagy koncert. Szeretnénk ismét táborba menni, nagyon fontos, hogy a új tagokat be tudjuk építeni a zenekarba, és ez is egy problémánk volt, hogy mondtam, iskolai zenekar vagyunk, minden évben a nagyok, akik végeznek, elmennek, ez a két évben megvolt, viszont új tagokat nem tudtunk beépíteni a zenekarba, most van, hál' Istennek, elég sok kicsikénk, de ők igazából ilyen táborba és közös programokon tudnak beépülni a csapatba. Most azért ez a Covid ezt is átrendezte, ugye a bezártság miatt a szülők azt mondják, hogy hát ha valamitől meg kell szabadulni, akkor az a zene, mert mozogni kell, és ebben teljesen igazuk van, hogy tényleg a mai gyerekek annyira le vannak korlátozva, hogy mindegyiknél fontos a sport. Így sajnos a zene egy kicsit sokszor háttérbe kerül, de hát pont azért kellenek az ilyen közös vagy zenekar, kamarazene, stb. Szereplések, hogy élményt tudjunk adni a gyerekeknek, és ezáltal kötődjenek a zenéléshez. Kovács Zsolt azt is hozzátette, hogy nagyon sok fiatal addig tagja csak a zenekarnak, amíg az iskolai tanulmányai Szekszárdhoz kötik, viszont a zene szeretetét tovább éltetik, sőt többen közülük tovább is tanulnak ebbe az irányba. Vannak olyanok is, és én igazából, mint tanár, ezekre vagyok legbüszkébb, akiknek az életük részévé válik a muzsikálás, még ha nem is abból élnek. És vannak olyanok, akik esetleg nem hangszeren folytatják a zenélést, hanem különböző kórusokban mennek el énekelni. Most van jó pár olyan fiatal tehetségünk, akik a zenei pályát választották. Ők regionális, országos versenyeken is nyertek, helyezettek voltak, és hát jó pár ilyen ifjú van most is, akik zenei pályára mennek, a műsorban jó pár szólózni is fog közülük. A zenekar azoknak a gyerekeknek nagyszerű lehetőség, akik egyedül nem mernek közönség elé állni, viszont egy csapattagjaként szívesen állnak színpadra és játszanak. Hogy itt beülnek egy közösségben, nem kell agyon izgulnia magát, hogy most jaj, egyedül kiállok, sikerül, nem sikerül, hanem itt benn van a csapatban, és ugyanúgy megtapsolják, ugyanolyan élményt jelent neki is egy fellépés, mint azoknak, akik szólistaként is megállják a helyüket. Az ifjúsági fúvózenekar legközelebbi fellépése április 30-án lesz Szekszárdon térzene formájában a Szent István téren.